Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Hagymelegpár konyhájában. Ebben a videóban egy karamellás, almás krémes elkészítését mutatom meg nektek, hozzáadott cukor és fehér liszt nélkül. Akiknek ízlett és tetszett a krémes receptem, azoknak ezt szívből ajánlom, ez annak egy továbbfejlesztett változata, nem lett nagyon bonyolult így sem. Almát, párolt fűszeres almát adtam hozzá, és egy cukormentes karamell szósz, tulajdonképpen egy kis kiegészítése az előző receptnek. Ha érdekel benneteket az elkészítése, akkor feltétlenül tartsatok velem. Először a leveles tésztával kezdjük, ez a teljes kiörlésű változat. Kitekertem a papírjába, ez alatt van egy sütőpapír, azt ugyanúgy alatta hagytam, és egy másik sütőpapírt tettem a tetejére, és egy nyújtófával elegyengettem ezeket a hullámokat, ami a feltekerés miatt volt a tésztán. Ez a méretén nem igazán változtat, csak szépen kisimítja. Ezután megfeleztem a tésztát, és az egyik felét feldaraboltam, 3x4 kis négyzetre, ki mekkorára szeretné. Ezután megszurkáltam villával, a biztonság kedvéért, de lesúlyozva sütöttem, tehát rátettem egy másik sütőpapírt, egy másik tepsit, sőt, még a tepsibe is tehettek valami nehezéket, ha gondoljátok, de így nem fog felpuposodni, tehát nem kell utána a felpuposodott tésztát összetörni. 180 fokra előmelegített sütőben egy 20-25 percig sül, ilyen aranybarnára, és látjátok, hogy nem puposodott fel. A tetején, ahol esetleg nem váltak el a kis négyzetek, azt egy késsel, vagy akár egy pizzavágóval is szépen el lehet, de annyira vékony, ami még összeköti, hogy éppen csak rá kellett a késsel picit pattintani, és el is váltak egymástól. Utólag ezt már nehéz lenne így szépen felszeletelni. A krém hozzávalói: 5 darab tojás, amit én már itt szét is választottam sárgákra és fehérjére, 350 ml tej és ugyanennyi víz, 2 darab labzselatin, 3 csomag vaníliás pudingpor, 50 g vagy ízlés szerinti 4-szeres erősségű édesítő és ízlés szerinti vanília, én egy fél kávéskanálnyit tettem nagyjából bele. A tejet tegyük oda melegedni a tűzhelyre a vaníliával, közben a labzselatinokat áztassuk be jéghideg vízbe, majd a tojásokat kezdjük el kikeverni az édesítővel, látjátok, én most sem tettem hozzá egyszerre az egészet, hanem elkezdtem közben hozzá adagolni a pudingokat egyenként, és közben mindig elkevertem, amikor már nagyon besűrűsödött, akkor vízzel egészítettem ki. A maradék víz majd, ami már nem szükséges ide a pudingokhoz, az hozzáönthető a tejhez. Egyébként, ha valaki csak tejből szeretné, akkor nyugodtan a 700 ml tejet tegye bele, és akkor víz nem kell hozzá. Alaposan kikevertem a pudingot a sárgákkal és az édesítővel. Közben a felforrósodott tejből elkezdtem kanalanként hozzáadagolni ehhez a tojássárgás pudingos keverékhez, mindig csak keveseket, hogy nehogy összecsomósodjon, majd mikor már eléggé átmelegedett ez a tojássárgájás rész is, akkor visszaöntöttem az egészet a tejhez, és egy sűrű krémet főztem belőle. Tényleg jó sűrűre kell főzni, már nagyon nehéz ilyenkor keverni, de jó keménynek kell lenni a krémnek, ezután pedig lekapcsoljuk alatta a tűzhelyet. A közben megpuhult labzselatinokat kicsavartam, mikróban felolvasztottam, és ezt is hozzákevertem a pudingos krémhez, és jó alaposan elkevertem benne. Ezután a tojás fehérjéket a maradék édesítővel kemény habbá vertem, és fokozatosan hozzáadtam, amíg forró pudingos krémhez, így fogjuk hőkezelni, tehát ezáltal lesz hőkezelve a tojásfehérje felvert habja. Először egy kicsit erős, teljesebben utána már próbáltam óvatosabban összeforgatni vele, hogy ne törjön össze a hab. Ha elkészült a krém, akkor a alsó tésztát egy tortakeretbe helyeztem, acetátfóliát tettem az oldalára, azért van a sok csipesz, hogy ez így is maradjon, egy picit labilis az én keretem, és ezután az elkészült krémet ráöntöttem a tésztára, szépen elegyengettem a tetejét, majd betettem a hűtőbe, hogy jól megdermedjen, mielőtt ráteszem az alma réteget. Az almás réteg hozzávalói: fél kiló alma, itt csak 3 darabot tettem, de keveseltem, úgyhogy még kiegészítettem, fahéj és édesítő ízlés szerint az alma édességétől függően, reszelt citromhéj, 2 evőkanál keményítő és 4 evőkanál víz. Most ha valaki a keményítőt nem szereti, használhat helyette labzselatint, mert volt már ez kérdés, úgyhogy kinek melyik a szimpatikusabb, mindkettőre nincs szükség. Az almát egy edénybe tegyük oda párolni, adjunk hozzá egy nagyon kevés citromlevet, és ízesítsük édesítővel és fahéjjal. Azért nem mondok mennyiséget, mert attól függ, milyen édes az alma. Hogyha úgy érzitek, hogy le akar kapni, vagy ég lefelé, akkor egy pici vizet tehettek alá. Amikor már jól megpuhult, akkor a keményítőt összekeverjük a vízzel, hozzáöntjük. 1-2 perc alatt összeforraljuk, hogy a keményítő egy picit kapjon hőkezelést,
majd felhasználásig félretesszük, hogy kihűljön. A karamell réteghez szükségünk van 50 g-nyi cukormentes karamellára, én ezt a fajtát használtam, ezt a DM-ben is, de azt hiszem a Spárban is lehet kapni, és 60 ml tejszínre. Később még egy teáskanálnyi vaj is kerül bele, de azt mondom majd ott, ahol szükséges. Karamellát érdemes nagyon apró kockákra vágni, mert könnyebben el fog olvadni. Egyébként nagyon sokáig kellene várni arra, hogy megolvadjon. A tejszínt már az elején hozzákeverem, és ahogy ez felforrósodik, ebben könnyebben megolvad a karamella. Hogyha szinte teljesen elolvadt, akkor adom hozzá az egy teáskanálnyi vajat, átkeverem, és mivel a végén mindig szokott egy icipici morzsa maradni benne, ezt érdemes átszűrni, én legalábbis eddig ahányszor használtam. Mindig így jártam, látjátok ott egy pár, aki renitens és nem akar elolvadni, ezután egy tálba hagytam, hogy picit hűljön felhasználásig. A megpárolt és közben kihűlt almát kanalazzuk rá a megdermet, megkeményedett vaníliakrémre, egyengessük el, majd pedig a szintén már szobahőmérsékletűre hűlt karamellkrémmel locsoljuk meg. Kenjük el rajta, és tegyük rá a pici kis kockákra vágott leveles tésztalapokat, majd egy folpakkal letakarva tegyük be a hűtőbe, legalább egy éjszakára, hogy jól összedermedjen. Ezután már könnyedén fel tudjuk szeletelni így, hogy a teteje darabokból van, tehát nem törik el, az alja pedig már puhult annyira a krémtől, hogy könnyű lesz átvágnunk. Én még egy kis porédesítővel megszórtam a tetejét, de ez már opcionális, ha valaki nem szeretné, akkor ezt ki is hagyhatja. Egy nagyon finom süteményt kaptunk ezáltal, érdemes kipróbálni, látjátok, nagyon egyszerűt, kezdőházi asszonyoknak is szívből ajánlom. Ha tetszett nektek ez a recept, akkor készítsétek el, higgyétek el, nem fogtok csalódni, iratkozzatok fel a csatornára, kövessetek az Instagramon és a Facebookon is. Sziasztok!